Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Rivaldán innen újabb adása. Mai vendégem Birinyi Lilla, lelkész. Üdvözöllek a műsorban. Szervusz. Ez egy kulturális beszélgető műsor, és ilyenkor megkérdezik, hogy miért hívtam el egy lelkészt. Ugye politikáról, szexualitásról és vallásról nem nagyon szoktunk beszélgetni, de arról beszélgettünk, hogy még kamerán kívül, hogyha 20 ember meg rád nézni, és ki kellene találja, hogy mi a foglalkozásod, akkor nem mondaná azt, hogy lelkész vagy. Igen, ez már előfordult. Többször is megtapasztaltam, hogy ez általában az utolsó utáni, vagy még nem is az a gondolat, igen. Miért van az, hogy az emberekben van egy ilyen berögződés? Tehát nyilván a lelkészek nem 60 évesen lesznek lelkészek, tehát fiatal lelkészek is kell, hogy legyenek, mégis meglepődnek. Igen, alapvetően azt gondolom, hogy ez a hivatás, ez nem feltétlenül azokat a jegyeket hordozza magában az emberek tudatában, ami egy fiatalságot jelenít meg, örömöt jelenít meg, pedig egyébként benne van, és jelen van. Nyilván a múltra visszatekintve azt gondolom, hogy az egyházunknak megvolt az oka arra, hogy annó inkább egy feketébb embert láttunk, idősebb embert láttunk, férfit láttunk, ami aztán az évek során változott, de a köztudatban még ez nem feltétlenül terjedt el. Ugye ezt nem mondtuk ki, de hogyha azt mondom, hogy lelkész, tehát református lelkész vagy. Viszont most megütötte a fülemet egy gender probléma. Hogy állnak itt az arányok igazából? Tehát ugye erről is beszéltünk, hogy nem lelkész asszony vagy, hanem lelkész bácsik és lelkész nénik között, akkor hogy néz ki ez az arány? Ez az arány egyébként már most az elmúlt időszakban egyre jobban változik. Még a régebbi időszakokban férfiak voltak lelkipásztorok. Amikor én jártam például egyetemre, a mi folyamunk volt már az, ahol a lányok és a fiúk aránya az pontosan 50-50% volt. Az ezt követő évfolyamokban egyébként pedig már a hölgyek voltak többségben tulajdonképpen. Úgyhogy most már egyre inkább szokványos lesz az, hogy lelkész nők vannak a szószéken. Nem szeretnék csúnyát kérdezni, vagy butaságot kérdezni. Mennyire közkedvelt szakma manapság? Úgyhogy ti 22-en végeztetek, ha jól tudom. Igen. Tehát azért elég sokan, és minden évfolyamban van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsen utánpótlás. Van egyébként, mindig van utánpótlás. Nyilván nem egy alapvető egyetemi szak, ahol 300-an ülnek be, viszont ennek megvan egyébként a szépsége is, és ez a szám, ez stabilan, azt gondolom, hogy évek óta, évtizedek óta működik, tehát amennyire egyháznak úgymond szüksége van a kinevelésre a jövőbeni lelkipásztoroknak, az abszolút működőképes. Picikét veled kapcsolatban, ugye te nem lelkipásztor vagy nem papi családból jöttél. Nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy te ezt a szakmát, ezt a hivatást választod? A családom? Igen. Nem, alapvetően. Öröm volt egyébként mindenki részéről, tehát én negatív dolgokat ezzel kapcsolatban, véleményeket nem kaptam. A szűk családi körben abszolút elmutatom, hogy egy támogató közösség volt mellettem, hitben nevelkedtem, attól függetlenül, hogy nem voltak hivatásszerűen lelkipásztorok a családunkban. A nagyobb közösség, a családi közösség nyilván ott azért már más mindenkinek a szokása, nem mindenki templomba járó, nem mindenkinek van hitélete, így ott azért voltak kérdő tekintetek, de alapvetően egyébként mindenki nagyon pozitívan fogadta, és inkább érdeklődéssel töltötte el őket. Azon kívül, tehát hogy megéled a hitedet, azon kívül, hogy istenfélő vagy, mi volt az a plusz, ami hozzáadott ahhoz, hogy ezt a hivatást választ? Tehát volt, de gondolom nem azért, mert feketében járhatsz, bocsánat a poénért, de hogy valami csak volt,
ami egy pluszt adott. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez az a közösség, ahol az ember a legközelebb kerülhet egy másik emberhez. Nyilván vannak ennek különböző ágai, pszichológia és a többi, de amikor az ember be tud csatlakozni egy másik embernek a rendszeres életébe, a mindennapi gondjaiba, feladataiba, akkor azt gondolom, hogy nem tévedek sokat, hogyha azt mondom, hogy ez egy lelkipásztornak tulajdonképpen a munkája és a hivatása, és engem ez fogott meg, hogy olyanok vagyunk egy kicsit, mint egy család, és mint ahogy egy családban is vannak gondok, amiket közösen oldunk meg, vannak örömök, amiket közösen ünneplünk meg, ilyen az egyháznak is minden egyes napja, vagy a gyülekezetünknek a minden egyes napja, hogy én részt tudok venni más embereknek olyan szinten az életében, minthogyha mi családjai lennénk egymásnak. És én nagyon szeretek a családja lenni a gyülekezeti tagjainknak, és nekem ez az a plusz, amit ad a hitemen, az Istennel való kapcsolatomon kívül a hivatásom. Ugye te itt Debrecenben vagy lelkész. Hogy érzed, mennyivel másabb például vidéken ez az arány? Például a templomba járók, vagy egyáltalán az Isten félőknek az aránya, mint például egy közepesen nagy városban, mint Debrecenben? Azt gondolom, hogy most már... Nyilván, ahogy a világ is változik és fejlődik, az én saját belátásom szerint egyre kisebb a szakadék a városi egyházi közösség és a vidéki egyházi közösség között. Nyilván feladatkörében eltér, de gyülekezet számában azt gondolom, hogy most már, ha nem is forma, mert azért a falvakból egyre többen jönnek városokban, nagyvárosokban, de ott is... egyre inkább problémát jelent tulajdonképpen a templomba járás és az embereknek a száma, hogy mennyien vannak. Itt azért nyilván az iskolák a hozzátesznek nekünk, akár a református iskolák, akár a programok, amiket itt meg tudunk szervezni, de olyan nagy szakadékot én már nem vélek felfedezni vidéki és városi gyülekezet között. Családnak a részese lenni. Ugye családnak a részese lenni, ahogy te is mondtad, úgy jóban és rosszban is el kell fogadni, illetve együtt kell lenni a családdal. Az lenne a kérdésem, hogy vannak-e a lelkész, a lelkipásztor hivatásának olyan részei, ami először lelkileg téged nagyon felzaklatott. Ugye itt beszélünk arról, a lelkipásztornak a feladata az, hogy ott van, segítséget nyújt, mint lelkileg, a születéstől gyakorlatilag a halálig. De, és akkor ilyenkor mindig a negatívabb részt szoktuk emlegetni, hogyha valaki halálos beteg, ne adj Isten, vagy elhunyt van a családban, ugyanúgy neked ott kell lenni, lelki támogatást kell nyújtani, el kell temetni azt az embert. Ez fiatal lányként, amikor belecsöppentél ebbe az egészbe, amikor igazából ezzel tisztában voltál, akkor nem... Féltél egy picikét ettől a résztől? Félelmem volt mindaddig, amíg nem lett gyakorlati tudásom. Tehát amíg az első temetésemet meg nem tartottam. Nem csúnya ilyet mondani, de az embernek az a lelki mélység, az nem a fájdalomban nyilvánul meg, hanem sokkal inkább én magam azt szoktam érezni, hogy most van egy család, aki nagyon nagy nehézségbe került, mert amellett, hogy egy szeretett szemét elveszített, nyilván az ő szerepkörét, amit jelentett a családban, az is üresen maradt. És nekem sokkal inkább az a feladatom, hogy én megpróbáljak tovább mutatni. Hogy a vigasztalás mellett megpróbáljam azt megmutatni, hogy van élet, van Istennek terve még ezzel a családdal, és tud még ebből a családból, ebben a legnagyobb krízis helyzetben és traumában is valami olyat mutatni, ami majd örömmel fogja kísérni az ő életüket. Nyilván ez abban a szituációban és helyzetben ez nem látszik, és nincsen jelen, de eljön az az idő, amikor ennek meg lesz a módja, és inkább én e felé próbálom őket terelni, és nyilván ez ebben való reménység felé, ami Istentől jövő és hit által van meg az embernek. Hogyha
a református egyházról beszélünk, de alapvetően bármilyen egyházközösséget figyelembe véve, a mai világban mennyire nehéz bármilyen egyházhoz tartozni, értve ez alatt, hogy említetted a csökkenő templomba járó számot, de mégis azt látom, hogy van egy csomó olyan megnyilvánulás, egy csomó olyan rendezvény, egy olyan nyitottság, egy olyan reformáció, ami a fiataloknak egy picikét közelebb szeretné hozni Istent, bármilyen egyház közösséghez is tartozzon az egyén. Mi volt a kérdés, ugye? Természetes. Ez egyébként így igaz, tehát nagyon könnyű, rettenetesen könnyű. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb fék az embernek saját maga, mint az, hogy ez egy református egyház, és mert itt bármennyire is szól a hiedelem, nem ítélik meg az embert, és nem erről szól a mi közösségünk, nem erről szólnak a mi alkalmaink, hanem sokkal inkább arról, hogy az embereket befogadjuk, és hogy megismertessük velük azt, ami alapján mi élünk, és jól élünk lelkileg. És ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy nincs akadálya részünkről, és nincsen is gátja, mert nagyon, nagyon nyitott közösség. Hogyha én saját magamra gondolok, nekem például két éve jött össze egy női kör, ahol fiatal nőknek a Biblia köre van, és egy olyan közösség alakult ki, 6-7 vadidegen, egymás számára vadidegen emberből, ami mára már szinte lehetetlen, hogy egy hétfőn ne az legyen a dolgunk este 5 órától, hogy összeüljünk és beszélgessünk, és az ige felett elmélkedjünk, hogy ki hogy van, hogy érzi magát. Tehát nyitott. Igen. Hogyha megint csak a modern kort vesszük alapul, ugye a református egyház ilyen szempontból picikét nyitottabb más felekezetekhez, vagy egyházakhoz képest. Mégis vannak olyan dolgok, tehát hogy nem nézik jó szemmel, hogyha te elmész például bulizni, vagy hogyha meglátnak egy kávézó teraszán. Vannak-e ilyen jellegű, mondjam ki csúnyán, hátrányai annak, hogy valaki lelkész? Én azt gondolom, hogy nincs. Tehát mindaddig, amíg az ember tud tartani egy olyan önmagának is fontos, tehát hogy én önmagam fejlődését, lelki fejlődését nézem, egy olyan szintet is, egy olyan határt ebben az életében, ami neki se hátrányára van, hanem én azt gondolom, hogy előnyére, akkor nincsen. Tehát ha meglátnak egy kávézóban, abszolút nem néznek rám rossz szemmel. Bocsáss meg, és nem lehet, hogy pont, hogy az ellenkezőjét váltja ki, hogy nézd meg a tiszteletes asszony is itt van, itt nincs ebben semmi rossz, valaki megiszik egy pohár bort, vagy egy kávét, tehát ugyanúgy, tehát emberibbé teszi magát a hivatás? Én azt gondolom, hogy igen, és közelebb is hoz minket egymáshoz, tehát nekünk a gyülekezetben is vannak olyan alkalmak, amikor közösen szalonnát sütünk, és ott is meg tudjuk élni annak a közösségét is, ami nem feltétlenül lelki közösség akkor ott abban az értelemben, de mégis az emberhez hozzáad lelkileg ez az egész millió, ami ott és akkor van, akár az Isten tiszteleten kívül is. Ahogy említettem, hogy ez egy kulturális beszélgető műsor, érdekelne az, hogy például az olvasmányaid, vagy a kulturális érdeklődésed az milyen irányú, illetve mennyire befolyásolja értelemszerűen a hivatásod? Befolyásolja. Tehát ez egyértelmű, viszont nem kényszerít. Szerintem a vallás, az egyház, ennek a lelki, a dogmatikus útja is egy nagyon érdekes tudomány az ember számára, és én erről szeretek minél többet tudni, és gyarapítani a tudásomat, ennél fogva meghatározza akár az olvasmányaimat is. Én számomra, ami a szívemhez közelek, azok inkább ezek a lelki eredetű könyvek, ahol az ember a lélektannal foglalkozhat, és ezzel kapcsolatosan az Isten kapcsolatával is, és ami így tulajdonképpen a lelket vizsgálja. Tehát ebben maximálisan meghatároz.
egyéb kulturális programoknál. Én azt gondolom, hogy olyan jó Debrecennek a kulturális élete, akár a színházról beszélünk, akár ehhez hasonlóról, fesztiválokra, vagy ilyen városi rendezésű eseményekről, hogy szerintem tartja mindegyik annyira a mércét, hogy az embernek ez nem jelent problémát, hogy a kulturális programokon akár külön kell választani egyházi és világi eseményeket, mert megállja a helyét szerintem minden ember számára. Nem illik ilyet kérdezni, de csak föltesszük. Magánéletileg ez nem jár hátránnyal? De magánéletben nyilván kérdés az, hogy mit akar a magánélet, már mint a kérdése mögött. Én itt is azt tudom elmondani, akár csak a szórakozásról, hogy az embernek nem azért van szabadsága számomra is szerintem, mert bármit megtehetek, hanem azért van szabadságom, mert merem valamire azt mondani, hogy nem, kérem, köszönöm szépen. És akár nekem ez a magánéletemben is jelen van, nem foszt meg semmitől az egyház, lehet férjem, lehet családom, viszont nem feltétlenül szükséges nekem azokat a fájdalmas köröket lefutnom, amit akár egy-egy ember lefut, csak annak érdekében, hogy ne érezzem magamat egyedül, hogy ne féljek, hogy mi lesz velem a jövőben, mert van hitem és van reménységem erre nézve is, és szabadságom van arra, hogy azt mondjam, hogy én még kivárom azt, amit az Úr nekem szánt és rendelt, és én csak azért félelemből nem mondok mindenre igent, mert ez így most könnyebb lelkileg ennek a megélése. Tehát gyakorlatilag ez egy önismereti dolog is, és a saját lelkedet is tudod ezzel ápolni. Tehát valahol ez logikus, tehát hogy tudnál másnak segíteni, hogyha nem lennél ugye lelkileg stabil? Igen, igen. Tehát én saját magam szerintem én vagyok mindig az első számú magam számára, akár egy prédikáció írása során is, hogy már csak az is eszembe jut, hogy vajon miért ez az ige jött most nekem, mit jelent ez most nekem. Miért olyan nagy kérdés, amikor egy témakörben jön, hogy bizalom, szeretet. Tehát az ember akkor legalábbis én mindig először a saját oldalát vizsgálja meg, hogy hol tartok én most ebben a témában, tudom-e én azt úgy közvetíteni, hogy az Isten üzenetéről szóljon, ne pedig az én belső vívódásaimról, kérdéseimről. Igen. Hogyha egy fiatal lelkész asszonyt, vagy egy idősebb lelkészt, egy férfi embernek a prédikációit vesszük alapul, hogyha az ember mondjuk olvasná ezt, akkor különbséget tudna tenni? Tehát látszik a különbség abban, akár a hozzáállásban, vagy ki lehet-e szűrni? Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Nem próbáltam még. De persze, egyfelől azt gondolom, hogy mindenféleképpen. Tehát az a tudás, amit szerintem a lelkészi szolgálat során az ember a gyakorlatban megszerez, az mindenféleképpen látszik a prédikáción. Tehát egy fiatal mindenféleképpen tud tanulni egy idősebb kollégájától azzal kapcsolatban, amiről nyilván neki már sokkal több a tapasztalata, sokkal több lehetősége volt olvasni, elmélyülni, és a többi. Másfelől az, hogy nő vagy férfi, talán még az is kivehető lenne. Azért egy női lélek szerintem másabb, mint egy férfi lélek, más az, ami hozzászól, más az, amit közvetíteni tud. És most talán máshol vannak a súlypontok, igen, nem? Igen, igen. Tehát alapvetően van benne lehetőség, hogy elképzelhető, hogy észre lehet venni. Így van, igen. Illetve a fiatalságod és a modernebb világlátásod. Mindig azon gondolkodok, hogy közösségépítésről van szó. Tehát a közösségnek a fejlesztés, és minél több embert bevonni. Itt ugye elsősorban beszélünk akár a családtagok bevonása a közösségbe. Lehet, hogy a
fiatalabb gondolkodás az más perspektívát nyit, és lehet, hogy könnyebben be tudja vonzani akár a fiatalokat, vagy akár az egész kicsiket ebbe a közösségbe. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy neked van-e picikét olyan, akkor megint csak ezt a súlypontot használnám, ami mondjuk az egész kicsiktől, vagy a középkorúak, vagy az idősebbeknek a bevonását segíti elő? Azt gondolom, hogy mi volt az első kérdésed? Tehát igazából az, hogy a fiatalságod az Hozzá segített. a modernebb világlátásod az előre mutat-e? Tehát másabb-e? Tud-e segíteni abban, hogy más korosztályt is bevonjatok? Az, hogy a modernség az mennyit segít, abban nem vagyok biztos, hogy túl sokat. Tehát azt gondolom, hogy az egyháznak talán, hogyha megkötéséről, de se gondolnám megkötésnek, ennyit tudnék mondani, hogy a modern világgal nem biztos, hogy fel tudja venni a versenyt, azonban én nem is gondolom azt, hogy kell neki. Tehát az nem véletlen, hogy az egyházi világnak van egy teljesen más, mondjuk is egy szakrális tér, vagy az esküvénél nagyon sokszor hallom egyes oktatáson, hogy ott kapja az esket és a katarzist, hogy az tényleg egy másabb világ, és ezzel szerintem pontosan elvennénk egy kicsit belőle, hogyha minden modern dolgot átültetnénk, vagy megpróbálnánk beleerőszakolni, mert nem lehet. A fiatalság az egyébként pozitívan hat, én azt gondolom, mert az egyfajta olyan rugalmasságot, amit nyilván fel kell venni, viszont azt már mindenféleképpen fel kell venni, hiszen sokan dolgozunk fiatalok ebben a hivatásban, és az egyház is felveszi ezzel a lépést, illetve egyébként a kis közösségek, a gyülekezetek is, tehát sokkal merészebb, sokszor szerintem egy fiatalabb, és persze kell az ellensúly, tehát kell egy idősebb, és akkor ott megtalálni az arany középutat, de hogy egyáltalán olyan gondolatok merülnek fel, ami nem biztos, hogy egy másabb korosztályú emberben hasonlóan felmerülne, mint lehetőség. És itt a második kérdésre válaszolva idősekről, kisgyermekekről és ifjakról, itt is én magam egyébként minden területen jelen vagyok, és érzem annak a fontosságát, hogy egy ifjúsági alkalmon közel vagyok a generációhoz. Már egyébként az enyém is kezd távolodni tőlük, de még mindig érzik azt, hogy ide jöhetnek segítséget kérni, mert meg fogom érteni. Mert a legtöbb kamasznak sokszor az a problémája, akár a saját édesanyjával, édesapja, hogy nem érti meg, amit mondok, nem érti meg, amit szeretnék neki. És mikor látja, hogy valaki fiatal, valaki rugalmasabb, nem feltétlenül illik bele abba, amit ő elképzel, mint egyház, akkor mer közel jönni, és akkor mer kérdezni, és jelen lenni, akár egyébként a kisebbeknél is ugyanígy elmondhatom ezt, tehát nem ijednek meg, nem félnek tőlünk, hanem egy annyira természetes és őszinte nyitottsággal vannak, hogy én szerintem erre nem is lehet más a válasz, mint hogy ezt az ember viszonozza. Az idős korosztálynál is ezt tudom elmondani. Ők inkább abban vannak nálunk jelen, hogy ott inkább jó hallgatóságnak kell lenni. Ők már annyi mindent megéltek az életben, és annyi minden van jelenleg feldolgozás alatt, hogy ők szeretik, hogyha ha valaki meghallgatja őket, és azt gondolom, hogy erre egy ifjú kollega, akinek egyébként is van arra ambíciója, hogy tanuljon az idősebbtől, a bölcsebbtől, nagyon jól kiegészíti egymást. Utolsó kérdésem az picikét megint ilyen kötekedőnek hathat. Nyilván te még nagyon fiatal vagy, de hogyha visszagondolsz, vagy nem tudom, beszélgettetek-e idősebb lelkészekkel erről, például az elmúlt 20-30-40 évben, tehát hogyha 40 évvel ezelőtt valaki elment egy Isten tiszteletre, vagy egy esketésre, egy temetésre,
másabb volt-e az egész környezet? Értve ez alatt, hogy a mai rohanó világban hát nem kértek még tőletek olyat, hogy például, nem tudom, akár esket is. Jó, de akkor 15 percben férjen már bele, vagy egy Isten tiszteletre nem kérték, hogy jó, de ez most ne legyen annyira hosszú, vagy ne adj Isten, engedjünk el néhány olyan megszokott formát, ami ma már elavultnak tűnhet. Vannak ilyenek egyébként, de tehát eltér. Vannak nagyban. Ilyenek, köszönjük szépen. Eltér egyébként nagyban. Hát jó, nem nagyban, tehát eltér. Bizonyos dolgokban, akár onnantól megkezdve, hogy régen azért az volt jellemző, hogy a férfiak és nők nem ülnek ugyanazon padban. Nyilván ezeket ma már most, hogy én egy családnak azt mondjam, hogy akkor apa itt ül, anya pedig ott ül. De hát a templomhajóba ugye különböző helyeken lehetett bemenni a hölgyeknek igen, és az uraknak, igen, tehát egyértelmű igen, volt. Igen. Ez valahol közösségépítés is volt, szerintem, ezt nem tudom. Igen, egyébként ennek nyilván megvan, tehát mindenki megtalálja a maga társaságát egy-egy ilyen helyzetben. Az, hogy ez miért veszett el, azt én magam nem tudom, nem tudnám megmondani, de nincs. Tehát nagyon sok ilyen formális dolog nincs már jelen egy-egy Isten tiszteleten, és igen, vannak olyan alkalmak, akár egy esketésen, akár egy temetésen, vagy egy keresztelésen, ahol kérnek olyan dolgokat, amiket így újonnan hallgatunk, mert vagy nyitott fülekkel, mert nem nagyon volt még vele dolgunk, vagy mi magunk is meglepődünk rajta. Nyilván, amit lehet, ami azt mondom, hogy nem sérti az egyházunkat, az alapvető dogmákat, a hitvallást, azt gondolom, hogy az ember már csak empátiából is segítséget szeretne nyújtani a másiknak, és megpróbálja úgy alakítani, de természetesen annak tudatában, hogy az egyházunknak van egy formája, van egy alap hagyománya, amit azért teljesen nem, sőt, nem szeretnénk kiforgatni belőle. Hát én ez a gyönyörű hivatáshoz nagyon sok energiát és erőt kívánok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat is, hogy válaszoltál olyan kérdésekre is, amire szerintem sokan nem tudták a választ. Köszönöm. Köszönöm, Lilla. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is. Viszontlátásra.